Átpasszolom vissza, és úgy vezetem át egy másik kaphoz, jó? Augusztustól az új edző Koller Péter irányítja az Egeresen női labdarúgóit, akiknek már elkezdődött a felkészülés a 2019-es 20-as szezonra. A felnőttek idén is a Pest megyei 3/4 pályás bajnokságban indulnak. Úgy érezzük, hogy teljesen új esélyekkel indulunk, hiszen jöttek hozzánk új játékosok, illetve új edzőt is kaptunk, amit reméljük, hogy sikeresen tudjuk majd venni az akadályokat. Holló Eszter egy szezon után tért vissza a csapathoz. Reménykedem benne, hogy most már jobban sikerül, mint az eddigi években. Bízunk benne, hogy most már az új játékosok is tudnak olyan jól játszani, ahogy ugye kell. Vitányi László szakmai igazgató elmondta, mindent meg fognak tenni, hogy meghatározó női utánpótlás és felnőtt csapataik legyenek az északi régióban. Koller Péter, a női szakág vezetője hozzátette, szeretnének egy U16-os csapatot is indítani, valamint a cél visszacsábítani a régi játékosokat az Egeresen női együtteséhez. Jövőre, ami nagy tervünk, most elvileg ugye írogattuk és megnézegettük, kik azok a lányok, akik egyáltalán már ugye focisztak az Eger színeiben, és sajnos most már nem ezt teszik. Őket megpróbáljuk majd megkeresni, és a következő évi bajnokságban versenyeztetni őket hát egy kicsivel erősebb bajnokságban. Az U11-esek a Bozsik programban vesznek részt ebben a szezonban. Az U14-es együttes az északkeleti régióban indul, míg az U19-es csapat továbbra is a Heves megyei bajnokságban szerepel. A felnőtteknél a Pest megyei bajnokság szeptember közepén kezdődik. A hazai mérkőzéseket várhatóan a Felsővárosi Sporttelepen játssza a csapat.